himnusz közös eléneklésével kezdődött az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés Balkányban. 2006 óta minden nemzeti ünnep központi megemlékezését megyénk valamelyik nagyobb településén tartják. Így idén Balkányvárosában hajtottak fejet az október 23-ai hősök előtt. 1956. október 23-a a magyar történelemben a szabadság egyik legszebb fejezete, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy mai utódok, amikor emlékezünk az akkori eseményekre, akkor elsősorban azt kell, hogy a fejünkben járjon, hogy ma Magyarországon szabadság van, hogy az a szabadság, amiben mi élhetünk most, az eleink vére által, áldozatvállalás által jöhetett el, történhetett meg, és én azt gondolom, hogy nekünk meg is kell becsülnünk a mai világban azt, hogy szabadon élhetünk, és mindent meg kell tenni azért, hogy Magyarország szabad ország maradhasson. 1956-ban az igazságért harcoltak honfitársaink, hogy a szovjet hatalom végre leváltásra kerüljön. Az október 23-ai események célja az volt, hogy Magyarország újra független és szabad ország legyen. Az akkoriak nem csak saját jövőjükért, a mi jelenünkért is harcoltak, hangzott el a megemlékezésen. Ezért nem csak a magyarok, az egész világ szemében hősökként élnek. 1956 legfontosabb üzenete minden kor magyarjának, amíg magyar lesz, a szabadság iránti oltatlan vágy. Az az elkötelezettség, az az eltökéltség, a szabadságvágy fontosabb volt akár az ember életeknél is. Ezért tudták oda dobni fiatal emberek az életüket, szinte gondolkodás nélkül a szabadságért. És azt gondolom, hogy az ő áldozatuk olyan magvetés lett, amelynek eredményeképpen most tudunk élni a szabadságban. Álmodj tündét fiaidnak, álmodj hazát magadnak, álmodj német, ki tudja nevét, álmodj nyelvet, amit éd, álmodj álmod álmodót, álmodj igaz szót. Az eseményeket a Balkányi Szabolcs Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak Tiszta voltál című emlékműsora dolgozta fel. 1956 során számos balkányit is hősi halottnak nyilvánítottak. Az ő nevüket egy emlékmű őrzi, amely a központi téren kapott helyet. A mögöttem levő emlékművön mindenki tételesen tudomásunk szerint föl van sorolva, és a nevük rajta van. Különösen fontos kettő személy, akit a köszöntő vagy a zárszomba is mondtam. Az egyik Sallai István, aki 56. november 4-én hősi halált halt, sajnos előtték. A másik pedig Benke Miklós bácsi, aki már sajnos nem él, ő a pesti harcokban vett részt fiatalon. Az 1956-os forradalom külföldön is nagy vízhangot keltett. Albert Camus például úgy fogalmazott, a leigázolt, bilincsbe vett Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben.